Szabad sáv! Elveszünk a részletekben. Rangos katalin műsora! Panándor a vendégem ma este, mégpedig azért, mert újra vízre száll a jövő nyáron Katarban. Közel 30 évvel az első tengeri versenyzése után, most majd újra folytatja. Vajon miért? Sikeres hajóépítőként, vállalkozóként, mi arra, hogy 60 évesen megint egyedül maradjon a vízzel? Mit nem bizonyított még be magának? Mi a jó abban, ha az elemek játszanak az ember életével? Erről lesz szó a következő egy órában. Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora. Jó estét kívánok itt ül mellettem. Fanándor, jó reggelt azoknak, akik az ismétlést hallgatják. Mindjárt ki is javít engem, nem Katarban száll vízre, hanem... Jó estét kívánok. Hát az eredendő vízrészállás az Kóper, Szlovénia lesz majd, de az a vízrészállás ahol a verseny kezdődik majd, az első verseny, az Lua, Franciaország. Akkor ezt a Katart, nem tudom honnan vettem, mert a... Ez szép erre, szó. Szép tudom, szó, szép szó, de olyan pusztán ezen az alapon, de legalább tengerpart, vagy csak így Van szültem, egy, tengerin, szültem de egy szót. Össze, bánatom, bánatomra nem ott. Jó, összeolvastam mindenféléket. Nem is volt neked olyan, hogy Katarból indultál valahova? Nem. Mert akkor végképp nem tudom honnan vettem. Nem, én sem tudom, de nem baj végül is. Ez lehet, hogy egy ilyen beteljesítő jóslat, még megyünk oda. Oké, okay, rendben van, én nagyon remélem, hogy olvastam és félreértettem, nem csak így kitalálok össze-vissza mindenféleket, de azért az alapkérdés alapkérdés, hogy mi visz rá arra, hogy most meg, megint neki vág és ez olyan lesz -e, mint amilyet csináltál, hogy kettesben valakivel, mint hogy elkezdted annak idején? a 80-as évek közepetáján, vagy ö, amikor Gály József felmentetek, vagy olyan, amikor egyedül mentél a vandéglóbra, legalább ezt eltaláltam? Igen, teljes, teljes mértékben. Igazából én egyedül szeretek vitorlázni, de ez a, a professzionális világbajnoki ciklus, ez tartalmaz páros versenyeket is, illetve néhány olyan teszt és rövidebb versenyt, ahol legénységgel futunk egy 5-6 fővel, de a lényeges versenyek azok szóló versenyek, és én nagyon szívesen vitorlázom szólóban, de az, az igazság, hogy én nem vagyok annyira magányos típus, én párban is nagyon szeretek vitorlázni. Az a helyzet, hogy azért tegeződünk, mert nagyon régen ismertük meg egymást, egy rendezvényen, amikor még friss volt az élmény, a te visszajövetelednek az élménye, és akkor összebarátkoztunk, és aztán szem előtt de eszembe se jutott, hogy még egyszer módom lesz arról beszélgetni veled, hogy és akkor te most megint versenyzel. És nagyon udvariatlanul, de férfiaknál azért azt hiszem, hogy ez megbocsátható, hogyha megbeszéljük, hogy 59 éves vagy, amikor neki fogsz vágni, akkor már elmúltál egy kicsit 59, gondolom. Hát jövőre már 60 leszek, mikor az első versenynek neki megyek ebből a négy éves ciklusból, és amikor a, a amikor négy éves ciklus akkor... záró Van de Globe legnehezebb uh -huh. verseny az addigra esik, 16-17, akkor 63 64 ben leszek. Igen. És hogy mi indít erre? Miért csinálod? És ez egyébként gyakori? Tehát szokás ilyen 60 fölöttieknek versenyezni? A 60 fölötti az nem feltétlenül szokás, de a mostani mezőny most fut az éppen aktuális Van Ebben a mezőnyben, az élmezőnyben 50 fölött hatan is vannak, tehát nem feltétlenül tínédzserek sportja az óceáni hosszú távú vitorlázás. Hanem ki -e? Unatkozó millió most Az se nem. Igazából azok ki a sportemberek, akik a hosszú távú megmérettetést szeretik, értenek a vitorlázáshoz, az óceánhoz, szeretik a, a természetet kint, a nagy vízpusztaságot és a versenyzést. Alapvetően engem ennek a, a történetnek minden szegmen, szegmense vonz. Első körben a hajótervezés, hajóépítés, későbbiekben ennek a hajónak a bevitorlázása, megvitorlázása és a versenyzés, ami az egésznek a savaborsa. Ott derül ki, hogy mit csináltunk. Azt hittem egyébként, hogy a versenyzés a legkevésbé fontos az egészből, mert <coughs> ö, valamiért az ember kívülállóként ö, úgy gondolja, hogy van ez a különleges embertípus, amelyikhez te is hozzá, a, a, amelyikhez tartozol, és ez az embertípus ez valamiért élvezi azt, hogy megküzd, mint egy férfi a a, a mindenséggel, ami körülveszi. Tehát ezt még így nagyjából ha értem. Van igazság, persze, én szeretek küzdeni uh, értelmes dolgokkal és dolgokért. A, a buta, oktalan küzdelmet nem szeretem, de az, hogy az ember a természet viszonyai közt életben akar maradni? Uh, nem, nem, azért erről már nincs szó, Ez, ezen túlhaladt a szakma, hogy nem arról szólnak ezek a versenyek, hogy, hogy a hajós kimegy, és attól kezdőd, mindenki szurkol, és leízed a hogy életben marad -e. Hanem egész egyszerűen ezek professzionális versenyek. A hajók már olyanok, a hajósok tudása olyan, ez nem magam akarom fölmagasztalni, de, de tényleg olyan. E, igazából versenyről van szó. Nem az a fajta sport, ahol 100 métert lefutunk, vagy fejünk fölé emelünk 100 kilót, vagy bármennyit. Egészen más típusú, itt egyfajta fizikai kondícióra szükség van, alapvetően a készségre szükség van. Hatalmas mennyiségű tárgyi tudásra és egy olyan mentális erőre, amit az mondjuk a harmadik hónapban is még képes helytállni. Én valamire olyannak születtem, hogy mindez bennem van, megspékelve még azzal, hogy kifejezetten szeretem a technikát és azokat a, az eszközöket, mint például egy hajó, amit meg lehet kreálni. Az ember kitalálja a saját testének a meghosszabbítását, hogy alkalmassá váljon egy óceáni menetre. Nem oda születtünk, nem oda teremtettünk. Hát abszolút nem. Nem, nem, és ezt én is tudom, és minden normális ember tudja, hogy az óceánon nem lehet otthon. Sokan mondják, hogy ők mennyire otthon vannak az óceánon, ezért én mindig mosolygok. Az ember nincs otthon az óceánon, de, de én kifejezetten szeretek az óceánon lenni, de csak egy olyan eszközzel, ami e, nekem lehetővé teszi, hogy ott relatív otthon érezzem magam, és biztonságban érezzem magam, Ezt színezi az, hogy igen gyorsan kell haladni, miután a többiek is gyorsan haladnak. Tehát akkor erre kell a verseny, mert ugye az volt az eredeti kérdésem, hogy, hogy de, hogy még az miért plusz öröm, hogy valakivel összeméred azt, hogy melyik kötök az ügyesebb hajós? Igen, jós. igen, igen, igen. Itt a versenyben nem csak arról van szó, hogy én gyorsabban tudok vitorlázni valakinél, vagy sem, hanem arról, hogy összerakunk egy eszközt, ezt a bizonyos eszközt, a hajót, ahol hatalmas tudás és tapasztalat kell, hogy legyen benne. Ez én majd akarlak erről beszéltetni, csak Feladata. a többiek is maguk csinálják a hajójukat? Nem, nem, nem ebben a körben én vagyok az egyetlen, aki ezt így maga csinálja. De és legalább olyan... a fontosságú a számodra a hajó megcsinálása, mint aztán a meg, azt mondtad, hogy megvitorlázni, és ez nekem nagyon tetszett, olyan, mint a meglovagolás. Igen, hát végül is ugyanarról van szó, csak vizen. Uh, nekem nagyon fontos az, hogy a, a, az eszköz kialakításában részt vegyek. Van olyan skipper, aki részt vesz a tervezésben, de konkrétan nem tervező. Én átó zéig nyilván valamennyi segítséggel, de magam tervezem, a koncepció abszolút az enyém. Én tudom, hogy mire van szükségem, most már ehhez van az elég tapasztalatom. És nekem legalább olyan izgalmas dolog ezt összerakni, mert hát egy, egy abszolút high-tech dologról van szó. Szóval most azt mondanám, hogy egy űrhajót építek, akkor nagyon rám csodálkoznának, de ez körülbelül az a színvonal. A navigációját illetően? Vagy mit? Mert a az, hogy karbontest, hajótest, azt test, olvastam, és hogy az olyan ígéretesen hát hubból, könnyű, nem tudom, szénszál a karbonból arra igen, következtetek. Szénszál. Ez egy akrélszálból nagy hőmérsékleten elő elő, előállított rost szerkezet, amit jobb szó szénszálnak hívnak. Ez valamiféle vegyi alakulat, amit elneveztek ki öntik, így. vagy mit csinálnak? Hát előállítják először az alapszálat vegyi úton, és utána ezt egy többszörös hőkezeléssel alakítják karbonszállá. És ennek a karbonszállnak olyan mechanikai tulajdonságai vannak a könnyűsége mellett, amivel verik az acélt. Tehát egy rendkívül nagy szilárdságú, nagyon jó képességű, nem nyúló anyagról van szó, amiből könnyű és rendkívül erős gyűrhető eszköz állítható elő, ez a maga a hajótest. Bocsánat, egyszer, mint hogyha azt olvastam volna, hogy tanker előtt köztél? Még, vagy... a, még, a, még Budapesttel. És, és ezt kibírja az a Egyik se bírja ki. Ha? Nem, <laughs> nem a, a hajók úgy vannak tervezve, ha kibírná, és hát nem arra tervezzük, hogy hajóval való ütközést kibírja, arra tervezzük, hogy a normális menetben a tengerrel való hullámokkal való ütközést, és az ott fölmerülő erőket bírja ki. Tehát a funkcióra tervezzük Aha. a hajót, és statikailag, funkcionálisan minden erre van kihegyezve. Az, hogy ütközik akár konténerre uszó farönkkel, vagy éppen egy konténer szállító hajóval, az nincs beletervezve. És azt egyébként, ha már így szóba hoztam, az könnyű kaland volt? Az Nem, ütközés. az egy nagyon súlyos kaland volt. Na, akkor már több problémám volt nekem, amikor végül is ez a Pelander nevű hajó megtalált, és fényes nappal gyönyörűséges napsütéses időben, a hajózási úton kívül, tehát nekem volt minden szempontból útjogom, amikor hátulról jött ez a 180 méteres, Isten tudja, mekkora szállítóhajó. És te láttad, és nem tudtál mit csinálni? Hát mire én láttam, már nem tudtam semmit csinálni, az egész egyszerűen átment rajtam, és észre se vették. Szóval a, a, nek a hajónak a szabad oldal akkora volt, mint az én árbócom, az egy 30 méteres valami, és már túlment rajtam, amikor utána rádióztam, hogy Láttam, hogy Pelander Panama, szólongattam őket, egy Pelander jelentkez. Egyszer csak ötödikre beleszólt egy ugye nagyon erősen távol-keleti akcentussal egy ember, hogy Pelander mit akarsz. És akkor mondtam neki, nézd hátra, ott látsz egy hajó csodród, de ez vagyok én, és pont három percre legázoltatok. Soha többet nem szóltak bele a rádióba, de megálltak. A teljes fék. Kifordult az a nagy hajó, darabig néztek, egy a három percig nézték, hogy süllyedek vagy sem. Azért férrek voltak. Látták, hogy nem süllyedek, teljes gáz és eltűntek. Most az eseményt látták műholdról a francia hajózási minisztérium, ezért figyelik a hajóknak az útját és hajózási uh, szabálybetartási szokásaikat. És ráadásul ez egy olyan környezetben van, amikor nagyon fontos és kötelező hajóknak hajózási útban haladni, az ott a finiszterfok környékén van, és ez a hajó szabálytalan volt, ezért már fölhívta magára a figyelmet. Uh, próbáltak utána menni, de mire uh, utána mentek volna, addigra kiment a francia felségvizről, és nem tudtak vele mit kezdeni, de mindent tudtak róla, de nem tudtunk velük semmit kezdeni. Viszont összetörték a hogy úgyhogy muszáj ott visszajönnem. És akkor simán azért haza tudtál evickélni? Nem simán. Az egyik oldali uh, árvoztartók kötélzet megsérült, úgyhogy csak egyik oldalon tudtam vitorlázni, tehát úgy kellett visszavitorláznom, hogy a másik oldalt nem terheltem, vagy csak negyed vitorlázattal. Úgyhogy elég macerás volt, egy napig mentem ki, vagy másfél napig mentem ki, három napig jöttem vissza, de, de biztonsággal visszaértem. Innen folytatjuk Fanándorral nem sokára. Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora. Fanándor a vendégem, és azt akartam még egy picit folytattatni vele azt a történetet, amit te az imént mesélt, hogy hogyan gázolta el egy tanker, és számomra teljesen elképesztő, hogy, hogy fényes nappal a tengeren összetud tud ütközni, vagy le tud gázolni egy vitorlást egy, egy nagy hajó. Az, hogy nem veszi észre, azt még el tudom képzelni, csak a tenger az én ö, laikus fantáziám szerint írtózatosan nagy, tehát hogy közlekedési balesetre az ember ott kevésbé számít, vagy ha számítanék, akkor én mondom aki egyáltalán nem értek hozzá, még éjszaka keresztül menni egy vitorláson az könnyebben képzelem el, mint azt, hogy nappal. Na pont ez, hogy éjszaka jobban figyel mindenki emiatt, kevesebb az esély erre, fényes nappal nem annyira figyelnek rá, ráadásul ezeket a nagyhajókat sokkal kisebb számú legénység viszi, mint amennyinek kellene vinnie. Így nem nagyon jut mindenre ember. Egy alszik, egy való ellenőrzi a rakományt, az ügyeletes tisztel megy a vécére, és nem hiába riaszt a radar, nem veszi észre, hogy előtte megy egy hajó. És képes átmenjen rajta. Ehhez persze miután írdatlan nagy a tenger, pech is kell, de az, az, is kell, hogy ez a hajó konkrétan elhagyta hajózási utat, a kötelező haladási irányt, és ott már egy ideje szabálytalanul hajózott amit a francia hatóság észrevett és figyelt is, és gondolom értesítették volna, de közben megtörtént ez a baleset. És ilyenkor nincs büntetés számukra? Meg semmi sincs? Mire én partot értem három nappal később, vagy már előtte is, a, a rendezők már pontosan tudták, hogy a hajó kicsoda-micsoda, ez egy Kuala lumpurba bejegyzett uh, hajó, a cégnek a hajója volt panamai lobogó alatt, és Isten tudja milyen legénységgel. Gyakorlatilag Basic angol lehet velük kommunikálni, ha éppen lehet velük kommunikálni. Azt pontosan tudják, hogy hogy kell elmenekülni a tetszín helyéről, de ennél többet nem nagyon. Uh, hogy kellett is volna, kell hozzá azért. Hogy én értem, de hogy kellett volna a lovagélyesen viselkedniük? Le kellett volna gyorsan egy csónakkal szállni hozzád és megkérdezni? Hát ott őt. hagyni egy névjegyet az ablakon, igen. vagy valami Igen, igen a szélvédődön. Uh, egy rendszámot. Ők, ők leléptek azonnal, úgy gondolták, hogy ha kimennek a francia felségvízről, akkor a hatóság nem tud velük semmit csinálni. Egyébként a hatóság bevitte volna a kikötőbe, és számon kérik, de ez nem történhetett meg. De kinyírhatott volna téged, azért ezt jól gondolom. Hát métereken múlott az, hogy nem tette meg. Hogy nem telibe kapta a hajót, hanem egy félig oldalt, és, és kilökte az orrhullám a hajómat, és csak végigment az oldalán az egyik oldalt végig összetört a hajónak, de nem, nem, nem gyűrbe maga alá, mert ezt megtehette volna minden további nélkül. Tehát ott egy olyan öt méteren múlott az, hogy életben maradtam, különben soha senki nem tudta volna, hogy hova tűntem. Mire kiértem, mindent tudtunk a cégről. Ez egy bárbershipment Management nevű zangzetes nevű uh, cég volt. De azért megjegyeztem. Uh, meg, megjegyeztem, nem is fogom elfelejteni soha. Őrzök még egy-két festélyt darabot, ami az oldaláról leesett a fedélzetemre. Uh, és, és az ottani hatóság mondta, hogy ők nagyon szívesen eljárnának a cég ellen, de miután én magyar lobogó alatt hajózok, itt csak a magyar hatóság tud eljárni. Az ügyben a magyar hatóság paralel egybe fölvetette az én felelősségemet, hogy uh, mennyire felelőtlen dolog egyedül hajózni. Mit más össze-vissza a tengeren, akkor ne ez a, Egyedül, mit csodálkozik, hogy neki mentek. Eszük ágában nem volt ez, erre odafigyelni. Volt olyan francia nemzetközi jogász, aki fölvállalta volna, hogy képvisel engem egy perben, de előre elmondták, hogy a, a tárgyi kárt nyerhetem, meg az eszmei kárt nem, és akkor többe fog kerülni, mint amennyit nyerek rajta. Úgyhogy hagytuk. Ez a te hobbid, a szenvedélyed, a foglalkozásod, az neked sok pénzedbe kerül? Hát minden pénzembe kerül, természetesen. <laughs> Dolgozom, vállalkozók, amit meg tudok termelni, azt. De ebből nem élsz csak magamra. A foglalkozásodból érsz, tehát hajókat csinálsz Természetesen nem, nem kikötőket építek. Amikor én 97-ben bajtam a versenyzést, alapítottam egy céget, építettem egy zöldmezős beruházásban egy üzemet Fehérváron, és kikötőket tervezünk, infrastruktúrát gyártunk, és teljes kikötőket építünk. Magyarországon? Horvátország, osztrák tavak Magyarországon. Aha, tehát ott azért, ahol víz van, mert gondolom a Balaton az kicsi terület. A Balatonon is elég sokat, hát a Bahart kikötőit mi újítottuk fel, nem is egyet többet, volt, amit újat építettünk. Ezek kikötők nem nagyhajós kikötők. A 15 év alatt építettünk körülbelül 2000 hajóhelyet. Tehát ez, ez egy elég jó, voltak olyan éveink, amikor kifejezetten nagy forgalmat bonyolítottunk, 40 ember dolgozott a, a cégben, és akkor azért elég jól ment. Az más kérdés, hogy az utóbbi években ez már nem így megy. Amióta, a válság hat? Hát, vagy hogy nem? Ezt most válságnak hívjuk, vagy valamiféle manipulálás a gazdaságnak, azt én nem tudom megítélni. de az tény, hogy rengeteg terv van, rengeteg engedélyezett terv van. Mi magunk sokat megcsináltunk, általában véve azért nem valósulnak meg az utóbbi két évben ezek a beruházások, mert nem találnak finanszírozást a beruházók. Ez nem csak Magyarországra igaz, ez mondjuk Ausztriára is igaz, mi sok kikötőt építhetünk a Vörti-tóra, az osziahér és ott is ugyanúgy megállt az élet talán még előbb, és még határozottabban, mint nálunk. Úgyhogy ez egy eléggé nemzetközi jelenség. Dolgozunk azóta is persze, de csak kisebbeket. Uh, illetve most, amióta elhatároztam, hogy ha jót építek és visszatérek azóta nem nagyon izgat. Na de hát. a cég azért él tőled függetlenül. Meg és van, nem, mert persze, meg valahol van, pénz munka kell van kell keresnie annak a 40 embernek, aki kérdő... eddig... Hát már nincs annyi. Már nincs annyi? Hát nem, mert muszáj, muszáj volt lehet csökkennünk nekünk, és hát nem, nem, lehet, addig lehet ennyi embert föntartani, amíg munka van. Uh, rengeteg Nekem a legnagyobb ráfizetésem az volt, hogy 20 ember tartottam, mert beígértek munkákat, és tartottam a kapacitást. Emberek az üzem sarkába kártyáztak, én fizettem őket, meg a járulékokat, meg mindent, és közben nem csináltunk semmit. Tehát ez az igazi ráfizetés. Majdan aztán elbocsájtottam őket, ami megint 10 milliókat húzott ki a zsebemből. Ez, ez így, elég nehéz vállalkozósdi, hogy sok pénzért kinevelek embereket, fölépítek egy, egy tudáshalmaszt, hogy Éppen hogy lehet valamit megcsinálni, és utána fájó szívvel, sírva elbocsájtom ezeket az embereket, akik aztán elmennek Franciaországba építőipari segédmunkásnak, mert nem tudunk mit csinálni. De és ez hogyha benne van. Lenne egy újabb megbízás, akkor nem tudnád őket újra összerakni? De összerakni. De, de igen. Egy pillanat alatt őket, igen. Mert hogy ezt csinálják szívesebben, vagy ezért értenek jobban, vagy ezzel lehet egyébként, ha éppen működik, keresni. Keresni is lehet, meg szerettek velem dolgozni, jó környezetben, jó munkákat csinálunk, alapvetően tőlem nem sok ember ment el magától és jó szívvel, illetve hát sokan jönnének vissza, ha megtehetnék, de, de ahhoz munka kéne, ahhoz az kéne, hogy ezek a beruházások meg is szülessenek. Amely beruházásoknak egyébként nem csak financiális akadálya van, hanem egy időben nagyon jelentős adminisztratív akadályai is voltak, de ezt most hagyjuk. Inkább Jó, hajózzunk. mert a hírek előtt még csak annyit szeretnék megtudni, hogy miért nem hajóépítéssel foglalkozol? Tehát, hogy azt gondoltam, hogy a világon a legjobban ahhoz értesz. Igen, ez igaz, az én szakmám hajóépítő, illetve utólag tanultam hajótervezést, abszolút szakmába vág, és nagyon-nagyon szívesen foglalkoztam volna vele, de a piac mást igényelt. Amikor én 97-ben elhatároztam, hogy hazajövök, és itthon uh, képzelem el a gyermekeim jövőjét, illetve a sajátomat vállalkozóként, akkor ez a piac sokkal inkább azt igényelte, hogy kikötőbe foglalkozzam, mint hajóval. Importból olyan mennyiségű hajó érkezett be, hogy nem lehetett velük versenyezni, vagy nem volt érdemes velük versenyezni, viszont vákum keletkezett kikötőügyben, és én rárepültem erre az üzletre, mert, mert az ember nem azért csinál vállalkozást, hogy a hobijának éljen, hanem azért, hogy üzletet csináljon. És ebben volt üzlet. Sokáig. Innen folytatjuk nem sokára, Fanándora. Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora. Fanándora vendégem, aki nem sokára megint ö, nekivág az óceánnak, és mostanáig arról beszéltettem, hogy mivel telt az az idő, amit Magyarországon ö, rendes. Rendes, normális, hétköznapi vállalkozással töltött, tehát nem versenyen és nem arra gyúrással, amiről megismertük, ami, ami által híres lett. De azért az alapkérdés, még most is alapkérdés, hogy ö, miért gondolod 59 évesen, hogy ezt a menetet, ami 64 éves korodig fog tartani, ez a verseny sorozat, hogy ezt még vállalnod kellett. De mi hajtott te felé? Belső kényszer. Nekem annak idején ott 96-ban félben maradt valami, és nem befejeztem. Attól, hogy, hogy feladtad Attól, és hogy ki többek között a legázolt a Pelander, tönkrement a generátorom, lejtették a hajómat, és megmozdult a tőkesúly, és a többi. számtalan. Ott valamiért a sors nem akarta, hogy én menjek, nem is mentem, viszont a hiánya bennem maradt. Nem úgy zártam be ezt a ciklust, vagy azt a ciklust, ahogy szerettem volna, és a teljesítmény bennem maradt. Ráadásul ezt megfejelte az, hogy a hajók annyit fejlődtek. A mai, a mai hajók annyira élvezetes ö, vitorlázást nyújtanak, hogy nem tudok ellenállni nekik. Ja, kénytelen, volt, kénytelen, voltam, kénytelen voltam építeni, hm. tervezni, építeni egy olyan hajót, ami, ami ma korszerű hajó, és ennek a, az összes tudása, fizikai tudása, szoftveres tudása, a hozzávaló műholdrendszer, a műholdrendszernek az ellátása vagy a műholdrendszeren keresztül a hajó ellátása időjárási információ. Szóval annyira izgalmas a feladat maga, hogy ennek egy magamfajta ember nem tud ellenállni. Tehát ki jár neked az, hogy az új technikával, az új technológiával Absolut. összemérd még és egyszer magadat, a tehetségedet, összepasszít. Én, végtelenül hálás vagyok a sorsomnak, hogy belefér az életembe az, hogy még a Szentjupát, amikor kalandorként elmentünk, mentünk a nagy fehér bele, és túléltük kezdtük ezzel még úgy, mint a Kolumbuszék, hogy szextánsan méregettük a napot, hogy De tudjuk, ezt hogy hol ideje, vagyunk. Akkor volt navigáció, nem? Nem, hát az volt, hogy térkép volt, megmértük a napot, kiszámoltuk a pozíciónkat, beixeltük, itt járunk. Körülbelül. És eltaláltátok? Többnyire eltaláltuk egy ilyen egy mérföldes pontossággal. Szóval ebből az én életemben ez alatt a 30 év alatt elfejlődött a világ odáig, hogy ma tíznapos előjelzésben tudom, hogy az időjárás mi körülöttem, és nem arról gondolkozom, hogy másnap vagy aznap mit csináljak, merre menjek, milyen vitorlázata, hanem azon gondolkodom, hogy nyolc nap múlva 3000 mérfölddel odébb majd optimális szeleket találjak a továbbhaladáshoz. Tehát ez egy annyira végtelenül izgalmas sakjáték. És Mi, akkor kikerülgeted a, azokat az időjárási kikerüljük viszonyokat? Kikerüljük a szélcsendet, kikerüljük az előnytelen szélirányokat, rosszabb. a viharokat, a világon mindent. A ma a hajók sebességi pontossága haladnak az optimális uh, útvonalon. És lehet, hogy sokkal hosszabb távot vitorlázunk, de sokkal -a gyorsabban érünk oda. És biztonságosabban. Sokkal biztonságosabban. Bizony, kevesebb energiával biztonságosabban, sokkal inkább a vitorlázó tudásról szól ez, mint a kockázatvállalásról. És akkor, amikor először nekivágtatok 85-ben, vagy mikor indultatok a Szent Jópáttal? mindezek nélkül, akkor ez tényleg az elemekkel való küzdelemről szólt, hát, nem? Akkor teljesen. Precízen tudtuk, hogy kimegyünk, és 50-50 százalék. -50 az élve visszajutás hát, hogyne, hát azt se tudtuk, hogy mi vár ránk, azt se tudtuk, hogy a képességeink megfelelnek-e. Arról tudtunk, olvastunk, hogy tengerparti, tengeri kultúrával rendelkező népek gyermekei mennek, és helyenként meghalnak, helyenként túlélik, és akkor a velencei tóról kiszabadul két csávó, és nekivág az óceánnak, hogy akkor most mi lesz. De annyira elszántak voltunk hogy vállaltuk ezt a kockázatot, és hát közben megmérettünk, és elégnek találtattunk, életben maradtunk, megtanultunk sok mindent, és ma már úgy gondolom, hogy nem az óceánparton születnek az óceánhoz értő emberek, hanem bárhol a világon, csak csak hát a sorsuk vagy úgy alakul, vagy nem. Te és a világ is tudja ezt? Tehát, hogy ö, elismerik azt, hogy valaki egy olyan országból, amiről alig hallottak, vagy ha hallottak, akkor hát, tudják, hogy nincsen neki, egy közepes lavorkája. Amikor én Amerikában megjelentem 90-ben az Alba régióval, hogy egy vasfüggöny mögül jövő fiatalember tengeri kultúra nélküli háttérrel, és megjelenik itt egy high látszó hajóval, hogy ez hogy, hogy van, kérdezték tőlem. És mondtam nekik, hogy sajtótájékoztatom néhány újságíró kamerák, hogy tetszenek tudni, ez azért van, mert én egy előző életemben Nagy Péter Cárnak voltam a hajó tervezője, építője, és én most emlékszem pontosan arra, hogy a tengere mit kell csinálni hajóépítőként, tervezőként, vitorlázóként, hogy semmi újdonság ebben nincs. És a sajtó fel ezt halálosan komolyan vette. Azt gondolták, <laughs> 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 Imádták ezt a szöveget. Igen, így. de tetszett nekik. Nekem is tetszett, és ezt akkor még hát fiatalon el tudtam mosolygás nélkül mondani. Élveztem nagyon. És egyébként 29 évesen, vagy 30 évesen, az sokkal egyszerűbb történet lehetett hát azt mondani, hogy 50-50, vagy ha hát nem abszolút voltunk, és nagyon nem érdekelt bennünket, és könnyen játszadozik az ember a halállal, amíg még fiatal, és 50-50, és nem a biztosba szaladt bele, hanem a 50-50-be. Addig ez nagyon egyszerű dolog, és könnyen gondoltuk, és mondtuk mi is, hogy vállaljuk a 50-t amíg mélységesen meg voltunk győződve, hogy mi alkalmasak vagyunk, és nem fogunk meghalni. Mi nem meghalni mi mentünk, mi teljesíteni mentünk, és ez így is történt. De azért az embernek a, 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 a józan esze, meg, a, meg az a hátsó gondolata, az mindig ott van, hogy az esély bizony benne van. És ott az alatt a 290 nap alatt, vagy hányat töltöttek, akkor a vizenketten, a Szent hát, valami ilyesmit nem. Most már nem emlékszem pontosan, de igen, kétszer majd hát én, 300 én napot. is tudod, az én, én emlékszem. De meg. én már nem. Minden van. napra emlékszem, de ezt olvastam valami 290 körül, és hogy 70 ezer kilométer volt, hogy, hogy ez alatt az idő alatt megtanultátok igazán az óceán? Tehát, hogy az, az lett az, amitől te hajósnak érzed magad azóta, Igen. vagy? Azt kell, hogy mondjam, hogy mi még megtanultunk klasszikus módon hajózni, egy olyan hajóval, ami nem igazán volt alkalmas az óceánon. Való de azt is ti csináltátok, nem? Vagy mi te? építettük, így van, így van. A tervezése annak egy eredeti svéd tervezés volt, de nem igazán volt alkalmas az óceánon való vitorlázásra. Mi azt a üres hajóhéként megvettük a Balatonfüredi hajógyártól, és magunk terveztük be a belső szerkezetét, a, az árbócot, vitorlázatot. Tehát abban vállaltunk egy jó adag kockázatot, és a, a saját ösztöneinkre hallgattunk. Miután sok kísérlet után egyszer csak rájöttünk, hogy igazából ö, nagyon sok olyan embert meghallgathatunk, aki itt misztifikálja a tudását és hülyít bennünket, illetve bevállalhatjuk, hogy ehhez egyik se ért, csak beszél, és akkor nekünk kell eldönteni, hogy mivel visszük vására a bőrünket, és teljesen tudatosan bevállaltuk, és ezzel az eszközzel mi, illetve azzal a felkészültséggel, amit nagyon komolyan vettünk, és évekig tanultunk, hogy szextánssal, hogy számításokkal, hogy matematikával, hogy mindenféle módszere, orvostudományokat, amit ilyen laikus módon be lehet szedni, mondtam, én, hogy ne aggódj a vakbél miatt, én ezzel nem múlik. <gül> <gül> és, és szóval ez úgy bennünk volt, és egy másodpercig nem aggódtunk amiatt, hogy uh, ag akamatlanok vagyunk, vagy sem, és amit kellett, meg megtanultunk. Én úgy gondolom, hogy még igazán jó tengerészek kiváltunk ezzel alatt a két év alatt. És még csak meg se gyűlöltétek egymást? Nem. Uh, elfáradtunk persze, megfáradt a kapcsolat a végére, mert akkor már hét éve uh, többet voltunk egymással, mint egy házastársal, de attól mi még abszolút bensőséges jó barátok maradtunk, és vagyunk. Tehát akármikor még mindig szót váltotok egymással, és közel hmm. vagyok egymáshoz. Elég találkozunk a Józsival egymással, igenis. És nagyon örülünk egymásnak. És, és ő akarna e, még egy ilyen menetet, amilyet te most júniusban tervezel? Hát soha nem akart. A József... Neki ebből elég volt? József... Ebből a... Nem, ebből a hajózást, a tengerészetet ő nagyon szereti. Ő ment ő inkább egy túrázó típus, és inkább a... A hajós még a korrekt hajó, hajózási tudás az, ami őt vonza, a versenyzés nem különösebben, és a versenyeszközök sem különösebben. Ő egy másik ágát és e, műfaját szereti a tengerészetnek, én pedig teljes mértékben visszakanyarodtam a versenyzéshez. Uh -huh. Azt azért nagyon szeretném tudni, hogyha ö, most elindulsz ezen az egészen, akkor ugyanazzal a nem, nem tudom, kíváncsiság? Jó szó az, hogy kíváncsiság? Tehát ott, Elméletileg úgy képzelem, hogy mindig történik valami a, a tenger és a hajós viszonyában, hogy ez, ez a rész ez vonzó számodra, vagy a hajó teljesítménye, az új navigáció kipróbálása és a többiekhez való ö, tudásmérés. Mi, mi a vezérmotívum, ami, amitől te most És ismét, ismét érzem azt az izgalmat magamban, amit már nagyon rég nem éreztem. A napi rutin teszi az ember, és ö, belefárad. Aztán kipieni magát, megint belefárad, és úgy múlnak az évek. És most, hogy elkezdtem, elhittem, hogy van visszaút, elkezdtem csinálni, és egyszer csak azt láttam, hogy minden összeáll megint, tehát zöldé válik előttem az út, nagyon elragadott a történet, nagyon izgat, és nap mint nap úgy ébredek, hogy kirohanok a hajóépítéshez, megnézem a hajót, ezzel kezdem a napot megbeszéljük, amiket aznap csinálni kell, elmegyek, teszem a dolgomat, futkározok, amire éppen kell. Délután 5-6 környékén úgy fejezem a napot, hogy oda megyek megint egy fél órára, és megnézem, amit csináltak, kitárgyaljuk, hogy mit, hogyan tudom. Szerintem nem tudok elszakadni tőle, borzalmasan izgat, és ez az egész egyben a technikai része, a hajós része, az ismeretlen része, mert azért van ilyen is, az óceán soha nem mehet az ember biztosra, de egyre többet tudunk, és maga a tudás része is rendkívüli módon hoz. Én a mai napig is nyitott vagyok arra, hogy új dolgokat megtanuljak, amit valamilyen szinten tudtam, azt továbbfejleszem. Tehát azt a fajta metótaktikai navigációs készséget, ami, ami ma már egyfajta művészetté válik, jön az időjárás jelentés, azt nekem fel kell dolgoznom, azt meg kell ítélnem, hogy ebből mi következik hogy tudok én több napra előre úgy taktikázni, vagy hetekre előre taktikázni, hogy az jó legyen, jobb legyen, mint másé. Egy hihetetlen izgalmas játék ez engem fogságban tart. És ez a napi edzés adagod? Mert egyébként aktuálisan, amit te ma december 13-án ezzel kapcsolatban megnézel, az nem lesz érvényes fél év múlva, amikor elindulsz. Na, az nem, de ez mindig az aktuálisat figyeli az ember. Most zajlik az éppen most futó bandéglób, és én taktikázok velük tehát Igen? Mennek, mennek kint a hajók, most éppen Ausztrália alá érnek, már a mezőnyeleje kijön és az És mintha ott lennél, csinálod te és is? És mintha ott lennék, úgy figyelem az időjárás, taktikázom, és nagyjából tudom, hogy hol járnék, hogyha ott lennék köztük. És tudod, hogy ki fog győzni, hogy ki követi azt a metódust, amit te csinálnál? Azt nem lehet tudni, hogy ki fog győzni, mert van egy három fős csapat, akik az élen vitorláznak, mögöttük kettőszorosan még és nem csak azon múlik, hogy ki, hogy taktikázik, azért ehhez szerencse is kell, baleset történhet, ezt egy technikai sportág oda is kell tudni érni. De ha, ha nem jön közbe semmi váratlan, akkor nagyjából tudható, hogy kik lesznek a nyerők, igen. És ezeket egyébként te ismered? Vagy ez egy totál más generáció, nem követted őket, nincs személyes kapcsolatod? De a ha felét hát... ismerem, igen? inkább az idősebbeket ismerem, viszont megjelentek ifjú titánok, akik hihetetlen tudású és hihetetlen bevállalós legények, nagyon felkészültek mellé. Te már nem kockáztatnál annyit, mint, mint a Én hajlamos vagyok rá kockáztatni, de talán innét nagyon nehéz megítelni. Most hiába mondom Ligen. neked azt, hogy én bizony nyomnám és, és bevállalnám én is, de amikor kint leszek és amikor 50 kilométeres sebességgel halad egy hajó a hullámok között az éjszakában, és tudom, hogy mondjuk jég van a közelben, hogy ott mit fogok vállalni, azt nagyon nehéz innét megítélni. De alapvetően én egy bevállalós típus vagyok, és tudok és szeretek gyorsan vitorlázni, talán azért is vagyok versenyző, de ott az eleje az rettenetesen megy. Szóval őket megverni ahhoz nagyon sok kell. Egyébként elvileg beszélhetsz velük telefonon? Műholdas igen, telefonon? Igen. Szoktál? Nem, nem, nem zavarom őket. A versenyrendezőség azt tartja velük a kapcsolatot, fonikusan is, és videókapcsolatot is tartanak velük, tehát folyamatosan figyelem a kommunikációt a parttal. Nincs arra mód, hogy personális kommunikáció folyjon, de az, amit a rendezőség hivatalból folytat, a számomra is ugyanúgy nyitott. Ha akarom, a kérdezőn keresztül megkérdezhetem tőle, de... Én inkább csak csöndbe figyelek, hogy mit csinálnak, és abból tanulok. Lehet, hogy szurkolok nekik. Elájulsz a kérdés hülyeségétől lehet internetezni? Kint? A hajón, igen. Persze, persze. Igen? Hogyne, persze. Olyan felszereltségűek a hajók ma már itt az iridiumon és az, I az imarszaton keresztül, hogy folyamatosan föl tudnak ők is menni a netre, folyamatosan műholdon keresztül kapják az időjárás jelentést, ők maguk élő online videóképet tudnak küldeni, és... és az óceán közepén én a kamera előtt beszélgetek, itt a tévébe be lehet játszani. Skype-olgattok majd. Igen, igen, például a versenyzők egymással és a parttal is, én nyilván majd a családommal és a versenyrendezőséggel, és, és a versenyzők egymással. Tehát a kapcsolattartás az tökéletes. Tehát most már nem kell annyira unatkozni a tenger. Régen sem unatkoztunk. Gondoltam. De egyre gazdagabb tenni való. Innen folytatjuk mindjárt Fanándorral. Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora. Nagyon sajnálom, hogy Fanándorral már csak 10 percünk marad megbeszélni azt, hogy euh, amiből most a, az új hajójának a teste Készül, az tulajdonképpen egy ilyen baráti beszélgetésnek az eredménye. Ugye, mert ezt kezdte itt nekem mondani, míg önök az információkat hallgatták. A végtelen izgalmas, hogy 20 évvel ezelőtt, és nem túlzok, 20 évvel ezelőtt én kimentem Németországba pénzzel a zsebembe, hogy vegyek karbont, és nem szolgáltak ki a kereskedők, mert kokomlistás anyag volt. Ez ó, egy hadiparban használt anyag volt. És nem tudtam akkor hajót építeni ilyen anyagból, vagy nem tudtam volna, ha annyi Aha. pénzem lett volna is. Én keveset akartam menni különböző megerősítésekhez, de nem kaptam. Ma meg egy olyan kar karbont használunk, amit Magyarországon gyártanak. Ez úgy alakult, hogy csopakon én hajószomszédja vagyok egy úrnak, aki ennek a Zoltek nevű cég, amerikai cégnek uh, Mississippi, nem Mississippi, Missouri államban van ez a cég, a világ legnagyobb, regulár karbongyártó cége, elnök helyettese volt ez az úr, és egyszer azt találta nekem mondani, ha újra ilyen célokkal hajót akarok építeni, ők adnak nekem hozzá anyagot. Amit persze nem vettem komolyan, mert az úgy jól hangzik, ilyet mond az ember, csak nem tudni, hogy mennyire veszik komolyan. Visszakérdeztem egy-két hónappal később, amikor ugye eluralkodott rajtam, hogy tulajdonképpen akkor mégiscsak van visszaút, hogy ez most mennyire volt komoly. És mondta, hogy ez komoly. Miért? Akarsz? És mondtam, hogy igen, akkor most már akarok. És rövid időn belül Amerikában megszavazta az igazgató tanács, hogy akkor meg ezt az öt tonna anyagot nekem adják erre a célra. Ez egy nagyon-nagyon komoly érték, ebből el lehetett indulni, és akkor kezdtünk el úgy foglalkozni a tervekkel, hogy akkor meg kiviteli terveket is csinálunk, és hajót építünk. Tehát ez, ez volt az a pöckölés a hólabdának, amiből aztán lavina lett, és hajó lett. És nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a cégnek, de ezt kevesen majd... tudják róla, hogy Magyarországon van egy gyára ennek a cégnek, ahol ezer ember dolgozik, és egy fantasztikus közösség, aki olyan értéket állít elő, amiről alig tudunk, pedig nagyon fontos. Jó, de mi, mihez csinálnak a Itt csinálják a karbont? Például, amiket mi látunk Magyarországon vagy Ausztriában, a szélkerekeket, az összes lapátot ebből. Igen, itt, abból igen, van. Igen, ebből van, de Amerikában kamion felépítményeket gyártanak belőle, hajókat építenek belőle, és nagyon sok mindent csinálnak még. Tehát egy általános felhasználású anyag ez most már, és ezért tonna szám gyártják. Hatalmas üzlet persze. De nekünk e, még attól nagyon fontos az, hogy úgy kapom, és nem megvennék kell, mert így egyáltalán lehetséges, hogy egy ilyen hajót építsünk, ami nekem soha nem volt lehetséges. És akkor még ezen kívül beleszálltál a saját vagyonoddal is, gondolom, és vannak támogatói is. Hát, nyilván e, beszálltam azzal, ami, ami az enyém. E, ha most csak a hajóterveket veszem alapul, hogyha én rendelnék egy ilyen hajótervet, ki mennyiért csinálná meg, az is nagyon komoly, 100 eurós érték több százezer eurós érték a tervezés, és a hozzátartozó a mindenféle munka. És, és vannak támogatói mitthonról most már olyan magyar nagyvállalatok, vagy multinacionális vállalatok, akik egyrészt megengedhetik, másrészt érdekükbe van egy ilyen típusú publikáció, vagy... vagy Ez érdekes, mert érdekés. egyébként most látványsportokra hivatalosan is nagyon sok pénz szán. Ez a kormány. Ez hát igen, sportnak számít, csak mondjuk sokáig nézni egy vitorlást, azt nem lehet, mert nincs, aki leforgassa. Tehát kicsi, kicsikek is felvételeket tudnak rólatok közreadni. Amikor egy a verseny, azért arról nap, lehet, hogy nem annyira látványos, de nem is 40 perc alatt, vagy 60 perc alatt zajlik le, hanem hónapokig, vagy hetekig fut egy verseny, és nap, mint nap be lehet jelentkezni, és pontosan lehet tudni. Nagyon izgalmas a dolog nekem. Hát hogy aztán hmm. rajtam kívül még kinek, ezt nem tudom. De az biztos, hogy a nagyvilágban világban ennek 100 milliós érdeklődő tábora van. Te egyébként, ha teheted, akkor interneten követed az ilyen típusú versenyeket? Én Tehát az összeset követem napi nézed? több alkalommal. Mostani van, én nézem reggel, délbe, este. És ahhoz, hogy tudjak velük együtt taktikázni, ahhoz abszolút minden rezdülést érezni De amikor még nem tudtad, hogy újra nekivágsz, akkor is nézted, mert érdekel. Persze, Igen, az olyan, mint az én férjem a focit nézi, te megnézed a globot, ha éppen van. Csak én jobban élvezem. Igen, az könnyen Egyébként a feleséged és a gyerekeid mennyire élvezték azt, hogy te itt kockáztatod a... Saját életedet, meg az ő egzisztenciájukat, tehát ez békés, harmóniában neked? Furcsának hangzik talán, de az én gyerekeim azt tartják természetesnek, hogy visszatérek, és az volt nekik természetellenes, hogy eddig ellenálltam. Hm. De hát meg kell értsék, eddig ők voltak a szempont, a család volt, a gyerekeket becsülette föl kell nevelni. Helyet kellett állni, és addig eszembe se jutott, de most, hogy kirepültek, most már gondolkodhattam ismét magamról. A feleségem mindig is támogatott, most is támogat, és, és fantasztikus az ő személye, személyisége, pótolhatatlan számomra, és nem csak mint feleség, hanem mint társa vállalkozásban. Együtt is dolgozunk egyébként. És a gyerekeim azok bizony, ugyan a kisebbik most jár egyetemre, de amikor hazajön, akkor, akkor ugyanúgy segít, az idősebbik segít, mindenben támogatnak, amiben csak tudnak, és egyre többen tudnak. Ők jó hajósok, megtanítottad őket? jó hajósok, jó vitorlázók, de, de nem annyira szeretnek egyedül, mint én, velem viszont nagyon. <laughs> Próbálnák meg nem szeretni. Nem e, volt nem olyan, kötelező. Hogy kosárlabdázni a, akarok, papa. A kisebbik lányom, ő vitorlázóként kezdett a Balatonon, és én elrontottam. Mert Mivel? Nagyon tehetséges volt, és túl korán engedtem, illetve küldtem erős szélbe, és, és befejelt, megijedt. És akkor egyszer csak kilenc éves kor, korában elém állt, és mondta, hogy nem akar nekem csalódást okozni, de ő most már nem szeretne kimenni a vízre, mert fél. Mondtam, a kislányom, akkor vége, akkor nem ennyi. Ezzel parlalja, aztán beleszeretett a lovaglásba, és hosszú ideig lovagolt, európai szintű lovassá vált, diugratóvá, viszont azt abba hagyta, ahogy egyetemre került, nem volt rá ideje, és egyre inkább közelít vissza a vitorlázáshoz, nyaranta, aztán egyszer csak majd szerintem egyre inkább. De az biztos, hogy már jelezte felém, és el is hiszem neki, hogy amikor ez a hajó elkészül, nagyon sokat szeretne velem mitorlázni. Ezen az új hajón? Ezen az új hajón, igen. Te a konokságod, az eltökéltséged, a keménységed, mi az, ami téged leginkább jellemez? Én azt gondolom, hogy ami, ami a leginkább jellemez, az a következetesség. Én ha valamit, nagyon megfontolom, hogy mit határozok el, jó körbe járom, mielőtt beszélnék róla, és ha elhiszem, hogy megvalósulhat, akkor elkezdem megvalósítani, és csak aztán beszélek róla, akkor viszont nagyon komolyan veszem. Szóval ott nincs visszaút, én, én gyűlölöm a félbehagyott dolgokat eldobott időnek, energiának tartom, az életem egy része elveszne azzal, ha félbehagynám a dolgokat. Tehát én, ha elhatározom, akkor végig megyek rajta. Ezért kell 60 évesen visszamenni. Mások ezt csökönyös makacs bárminek tartják. Én egész egyszerűen úgy gondolom, hogy ez a normális. Ezért kell visszamennem, mert nem fejeztem még be a dolgomat. Hát meggondolom, azért, mert valami élvezetet okoz neked ez az egész sztori, amikor már ott vagy és csinálod. Hát, Extrém szinten persze. Olyan, olyan szintű örömet tud ez nyújtani, amilyen szintű örömet nekem más nem nagyon tud okozni. Legalábbis itt tevékenységben én rendkívüli módon kedvelem, és, és a fogságában vagyok ennek. Az én életem az ennek a jegyében zajlik, ezek a hajók, ezek a versenyek. És ez már így is maradt. Azt olvastam itt valamelyik ö, cikkben, amikor készültem rá, hogy ö, valami rémiszt honvédségi konzerveket vittetek még a Szent Jópáttal, és hogy ö, jó sok volt belőle, de még a nem tudom, indiai vagy milyen kis gyerekek se nagyon akarták megenni. Brazílok, igen, ott adtunk nekik, Rióba adtunk még konzervet, ott koldos gyerekek, oda jöttek, adtunk konzervet, de arra még ütögették, és ott hagyták, nem ették meg. Hát igen, ez úgy nézett ki, hogy mi megvettünk egy adag konzervet, aztán kaptunk két konzervgyártól is támogatásként, és amikor már tele volt a hajó konzervvel, akkor a Józsinak az apósa, aki katonatiszt volt, és magas rangban, ő még oda küldetett a, hadi, Honvédsége? a honvédségi raktárból <laughs> valahol. Mozgósítási nézett, tartalékokat. Köbb méter olyan, ami lejárt már, de még mindig használható <laughs> volt, azt még valahogy besuszteroltuk a hajóba. És, ettétek? Ettük, de hát borzalmas volt. És élve azt is kibírtátok? E, Több-kevesebb sérüléssel, igen. Kibírtuk, életben maradtunk, de nem áldozottak nélkül, mert azért a amire hazaértünk, az emésztésünk az, az, az megadta az árát ennek a tartósítőszer mennyiségnek, ami akkor a konzervekbe számolatlanul volt. El tudod Azóta mondod, hogy sem eszem. Tíz másodperc alatt, hogy most a ö, táplálkozás is felfejlődött, tehát amit vissza ennivalót, az most jobb nagyon, lesz. Nagyon, nagyon. Ma már olyan nagyon egészséges készételeket lehet venni, amit mély hűtve szárítanak, zacskóba raknak, és finom. hermetikusan lezárják, víz, egy kis forró vízzel fölönti az ember öt perc múlva egy gyönyörű, finom, egészséges készétel elképesztő magas színvonal az élelmiszer kultúra, igen. Forró víz. Forró víz. Merülő forraló a tengerbe? Nem, egy kis gázra amit a hegymászok visznek magukkal, ilyen icipici kis tartályok, kis gáz, az ember megforra, két deci vizet belönti az acskóba, és kikanalazza a készítést. Köszönöm szépen, elhallgattam volna még egy darabig, akkor sok sikert a júniusi starthoz. Köszönöm, igyekszem. Fanándort hallották, Árva Brigitával és Burger Lajossal voltunk együtt ma este, és köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.